Sziasztok! Ez az adás ismét egy különleges helyről, nem szokványos formában jelentkezik, Ukrajnából, azon belül is a Munkácsi cigánytelepről. Három csodálatos ember szolgálatán keresztül szeretnénk bemutatni azt a munkát, amit Isten végez a 10-12 ezer roma között. A feladatunk nem volt kicsi, mivel a műsoridőnk véges. De azért megpróbáltuk belezsúfolni az adásba a lényegét annak az elképesztő munkának, ami ott a háború sújtotta Ukrajnában, jelen pillanatban is Krisztus testében, rajtuk keresztül zajlik. Ő Horváth Sándor, vagy közismertebb nevén Sankó, aki az ukrajnai Élőisten egyházának roma vezetője, az ottani lelkészek pásztora. 1984, ez egy jeles dátum itt, mi köthető ehhez itt Munkácson? Akkor jött el egy fiatal ukrán ember, akkor prédikált itt az evangéliumot nálunk Munkácson a táborban. És akkor itt azért gondolom a közbiztonság nem olyan volt, mint most. Nem, tehát akkor, hogyha előtte, hogyha egy fehér ember bejött, akkor biztos, hogy mesztelenül ment volna ki, meg kifosztott mindenből, ami nála volt, az onnan ment volna üresen ki. Egy róma volt? Vagy nem, ő egy ukrán volt. 22 éves volt, amikor ide került. Isten mondta neki, hogy jöjjön a cigányokhoz prédikálni. Akkor itt a táborban milyen lelkület zajlott el, azon kívül, hogy megtámadták a magyarokat? Hát ott mély szegénység volt. Tehát lopás, alkoholizmus, tehát nagyon mélyen volt a tábor. Nagyon. Virág Tibor, vagy ahogy sokan ismerik, Kocsek. Dicséretvezető a Munkácsi Élőisten egyházának gyülekezetében, de sokaknak lehet, hogy az Amaro Del együttesből is ismerős. Most itt, ahogy itt sétálunk, eszedbe juttatja ez a hely így a gyerekkorodat? Gondolom nem ilyen volt a gyerekkorod, ennél lehet, hogy még rosszabb? Hát nem, sokkal rosszabb, sokkal szegényebb körülményekben volt a gyermekkorom. Ez mit jelent? De azért, ahogy elnézem itt, itt sincs gazdagság. Hát, még ennél is rosszabb az volt. Igen. Hogy tud ennél rosszabb lenni? Hát, tudod, abban rosszabb, hogy napi szinten, ahogy élel, és azt látod, hogy abba élsz, hogy ha bekerül a házba egy kenyér, akkor az olyan, mint mostanában valakinek egy 50 ezer forintos, vagy egy 100 ezer forintos torta van az asztalon. Ez egy ilyen felfogással volt az életünkben. Annyit ért egy kenyér? Hát az én számomra most nem tudom kiknek, mert abban az időben is voltak, akik jól éltek, de az én számomra ez ilyen volt. Aha. Ilyen volt, hogyha a kenyér volt. Hatan nevelkedtünk egy családban, három fiú, három lány, és úgy tudod, hogy már ebben a hónapban kint voltunk. Nem. Március hónapban már kint voltunk Oroszországban. Kimentünk vályogvetésre, és egy 13 éves gyereknek lapátból volt kapa csinálva, és 1500-2000 vályogra ki kellett hámni sárt, és akkor napi szinten evel a munkával dolgozni, hát ez egy kemény élet volt az én számomra. Aha. Nagyon. És 13 évesen már dolgoztál, hogy igen. Legyen ennivalótok? Hát igen, 13 éves korom. Az én apukám ez egy egész kemény ember volt, nagyon kemény ember volt. Ha egy olyan ember volt mostanában, hogy mindig szokom mondani, hogy amolt a szívem, mintha Hitlert láttam volna magam előtt. Te egy jó, nagyon kemény ember volt. Nem bántalmazott tudta. Is benneteket? Engem személyesen igen, nagyon, nagyon. Azért, amíg nem dolgoztam, nem bírtam dolgozni, azért, amikor valamikor fáradt voltam, azért is kaptam kegyetlenül. Szó szerint olyan ütéseket adott nekem, mint amikor megy ez valaki két felnőtt ember, aki harcolosz, akkor öklözik egymást a képembe, simán úgy beütött. Igen. Azért, amíg nem bírtam dolgozni 13 éves koromban. És azért többször nagyon megvert engemet. Volt egy olyan idő, amikor raktunk csomagba tömegbe a vályogot, és akkor egy ilyen magas, mint ez a háztető volt, és akkor onnén szó szerint lelökött. És az én bátyám, hogyha nem vidd meg akkor, meg is hallhattam volna, eltörhetett volna kezem, lábom, bár akármint. Na, ilyen apa, így nevelkedtem a gyermekkorom, és azért többször, amikor feloldódik a gyermekkorom, úgy, ahogy mondod, tele van fájdalommal, tudod, amikor ott állsz, és nem mérel véleményt, mondom, akkor keresel a Szovjetunióba 25-30 ezer rubel, az olyan, mint mostnál, mostani időben egy olyan 70 ezer dollár.
abban az időben. És nem képes egy cipőt venni a lábodra, nem képes, hogy tudod... Tehát volt pénze, de nem vett semmit. Volt. Az kevés volt elinni. Ja, hogy mindent elivott? Elivott, igen. Ez a gyerekkorod utcája? Igen. Milyen érzés ide visszajönni? Hát a gyermekkorom az mindig itt van. Aha. Mindig itt van. Ott most nem tudom, hogy megyünk át, a cipőd ne legyen olyan. Itt nincs ma. Hát. Erre megyünk, erre? Uh-huh. Jó. Hát ez a ház nem így volt, ahogy most van. Aha. Melyik? Ez. És melyik ott a te házatok? Még hátrébb? Itt nőltem, ebben a házban nőltem fel. Ebben a házban nőltem fel. Ez a szoba, volt a szoba, ahol aludtunk. Haton. Ebben? Hátról, igen. Itten hátról volt, haton laktunk benne. A gyerekek, apukám, anyukám, egy szobakonyha volt csak akkor. És hatan laktatok? Szobában aludtunk haton, ők ketten kint aludtak, és itt nőltem fel. 17 éves koromig itt nőltem fel. Ha lehet így megmondani, akkor lehet, hogy 90%-ra változás történt azótától a táborunkban. Tehát kevésbé lett az alkoholizmus, a lopások, több száz ember életje változott meg, köztük az enyém is, aminek nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy Szergély Balyukot elküldte ide Munkácsra 1984-ben. És te mikor találkoztál az óral? Én 1988-ban, 8 évesen találkoztam Istennel egy gyerekgyülekezeten. Ott érintett meg először Isten, fogalmam sem volt, hogy kicsoda Isten. Ha lehet így mondani, azt sem tudtam, hogy ő ember vagy asszony, de azon a gyerekgyülekezeten ottan teljesen Isten megváltoztatta az életemet. Elkezdtem bőgni, mint egy kis gyerek a kenyérír vagy a cumiír. A bűneim rám nehezedett. És tudtam, hogy 8 évesen. Nem tudtam, hogy de valami történt velem. Mármint, hogy a bűneid már voltak ezek szerint? Voltak. 8 évesen? Tehát mint egy normális cigány gyerek, rengeteget átkozódtam. Tehát anyukámot nagyon csúnyán átkoztam, hogyha lehet így mondani. Tehát rákkal, meg különböző fajtalan beszédekkel. Ja, hogy gondolom, hogy veletek is beszéltek. Igen. És Isten megváltoztatta nyelvemet, újjászülettem akkor. Mennyire merültél el a bűnben? Hát, ahogy mondtam, hogy nagyon szerettem énekelgetni, utána elkezdtem járni mennyegzőkre, mint énekes. Lakodalmakat muzsikáltunk, zenéltünk, és ott még jobban belemerültem az alkoholba, drogba, mindenféle gyógyszerekbe. És nagyon, 20 nagyon... évesen? 20 évesen? 18 éves voltam, 17 éves, amikor elkezdtem lakadalmukra járni, zenélni, és nagyon menőnek éreztem magam, ott vagyok a színpadon, tömegnép hallgat, amíg nőt akarom az enyém, mert én vagyok a főszereplő, én vagyok a központ, és gondoltam egy ideig, hogy én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sikeres fiú vagyok. De eljutottam egy olyan pontra, hogy ez, akivel most lakok, már ez a harmadik házasságom. És annyira eljutottam olyan pontra, hogy teljesen már volt egy olyan tél, amikor két feleségem volt egy házban. És nagyon le voltam merülve, tönkre volt az életem. Úgyhogy, hogy visszatérjek még egyszer, ez a házasságom már ez a harmadik házasságom. Devvel is nagyon rosszul éltem, 2 éven keresztül. Most csak azt köszönöm mindig neki, hogy bírta ki azt az időköt. Ja, hogy utána együtt megtértetek? Igen. Mert volt olyan eset, amikor hazajöttem, és azt mondtam, most bennem volt fürdő, akarok megfürödni, és ezzel voltam, ezzel ezt elvittem, és, de nem szabad volt szólni, nem szabad volt az, mert én megmondtam, akkor neked már nincs jogod még veszekedni se vele, mert én őszinte vagyok, én egy ilyen felfogással éltem. Ja, hogy megmondtad a feleségednek, hogy hány nővel csaltad meg? Igen, volt, ennyi, és neki nem szabad volt haragudni, mert én őszinte voltam. És akkor így éltem az életemet, és akkor ez is feladta, és azt mondta, hogy választani kell neked, mert volt egy utolsó bedrogozásom, hogy egy is egy fél napot aludtam, úgyhogy a húsa számba volt, hogy beleharaptam és elaludtam, az ott volt a számba egy is egy fél napot. És felébredtem reggel, és az asszony azt mondta, hogy figyelj, most neked választani kell, vagy ez az élet, vagy mondom, mert így nyugodtan, nem kell el te nekem, mit érek én veled. És gondoltam, hogy akkor most ez normális, szabadabb leszek, nincs aki parancsol, nincs aki farok, jöjjön utána, már megint hol, vagy stb. És
annyira bedrogoztam magam, annyira leittem magamot, hogy... Akkor már voltak gyerekeid? Még nem volt ettől a feleségemtől, de az első feleségemtől már két fiú volt. És annyira bedrogoztam magamot, hogy feküdtem a házba, és néztem a mennyezetre fel, és akkor hallottam a sátán, hogy jön hozzám, és mondja azt, hogy mi az életed? A feleséged még a tennap azt mondta, hogy szeret. Máma itt hagyott tégedet. Üld meg magad. Akasz fel magadot. És tudod, néztem a mennyezetre, hogy hova jó volna, de megértettem, hogy Isten olyan álmot adott rám, hogy elaludtam. A nagy drogba, a nagy alkoholba, nem bírtam a kezem felemelni, annyira teljesen totál ki voltam csinálva. És másnap, amikor megébredtem, jött egy tüzes keresztény, aki hogy két hete, hogy megtért, tele volt tűzzel, és mondta, nem tudod a lakásodba? Nem, hanem úgy kint álltam az utcán, összetörve. Szerusztok! És hozzám jött, és azt mondta, Tibi, látom, hogy nagyon tönkre vagy. Térjél meg! Fogadd el Jézust! Ez egy pünkösdi gyülekezet volt. Aha. És amikor elkezdett nekem beszélni Jézusról, azt mondtam neki, hogy honnan tudott te? Honnan tudott te ezt, hogy engem szeret valaki? Honnan tudott azt, hogy engemet valaki tisztel? Légy szíves, bolondságot ne magyaráz nekem, mert annyira tele voltam a tudatommal, hogy aki szeret, ott hagyott engem, barátok, senki. És amikor ő elment tőlem, azt én fogok érted imádkozni, Tibi. De alig, amikor elment tőlem, valami nagyon megérintette a szívemet, a belsőmöt. De azelőtt már az én édesanyukám keresztény volt, már jó 3 éve. Folyton ő is ajánlta kereszt megtérést, de nem tudtam oda jutni. Mindig azt mondtam, ha vannak szép nők a gyülekezetben, akkor megyek, de ha nincsen, akkor nem megyek. Mm. És amikor ez a testvér elment tőlem, belőle elkapta szívemet egy remény. Van kiút. Van kiút. És az én életemben abban az időben az, hogy valakitől bocsánatot kérni, pláne meg a feleségemtől. Az olyan volt, hogy én egy papucs vagyok. Én nem vagyok ember. Nem vagyok ember. Hogy én kimondtam ezt a szót a feleségemnek, bocsáss meg. És amikor bementem a házba, a feleségem pont ott valamit főzött. Mondom neki. De akkor ő már nem élt veled? Ott, hát szép mentünk, mert nem akart vele, megtudta, hogy drogozol, kiszok. Tehát elmentél hozzá, ahol ő él? Igen, igen, visszamentem a házba, az anyukájánál laktunk. És akkor mondom neki, ott gondolkozott azon, hogy nem tudunk vissza megkezdeni együtt. Ne, ne, Tibi, hagyjál békét. Amikor kimondtam a számból ezt a szót, hogy bocsáss meg, nézett rám fele, és azt mondta, Tibi, már mit vettél be megint? Mit ittál, Tibi? Nem ittam semmit, csak egyszerűen nem akarlak elveszíteni. Ne, Tibi, hagyjál békét, fogd meg magad, erít ki, nem akarok veled lakni, nem akarok semmit tőled. Amikor meg kimondtam ezt a szót, hogy bocsáss meg, azt már igazán azt mondta, hogy én begyógyszereztem magamot, utána megmondtam, hogy megyünk a gyülekezetre, megfogott vállam, fasz, erít kifele, légy szíves, hagyjál békét, ne veszélj félre fele. Nem hitte, hogy gyülekezetre akarok menni vele. Ez 2005-ben volt, július hónapában, amikor elmentem a gyülekezetre, és átadtam az életem Jézusnak. És ő is ment veled? Az első gyülekezeten nem tért meg, hanem a második gyülekezeten már ő is megtért. Azért, mert az Isten így néz. Az egyik nap megtértem, másik nap cigit, mindent elhagytam. Amikor kimentem, amikor azt mondtam, hogy meg akarok térni, és el akarom ezeket hagyni, a sógorom már egy jó hete azelőtt hívő volt, rákezdett kacagni, nem hitte. De ezt az érzést csak azok tudják, akik már voltak ebbe, meg akik átélték ezt, szervusz. Amikor az Isten megragad először. Ez az első szerelem az Isten felé, ez az első szeretet, ez a tűz, és mindenre képes voltam.
mindenre képes voltam, hogy megtegyem azt, hogy az Úrnak legyek kedves, és hogy szolgáljam őket. Elhagytál egy csomó mindent, nem is jött vissza, nem voltak ilyen visszaeséseid 2005 óta? Most már 2022-t írunk. Volt egy idő, amikor visszaestem, igen, egy paráznasággal, az is a volt feleségem, akitől a két gyerek volt. Mert tudod, még így nem voltam nagyon erős a hitbe, és akkor így tántorogtam, itt gyerekek van, itt még nincs gyerek, mert ettől a feleségemtől még 5 évet nem volt gyerek. Aha. Tudod, azt akkor tántorogtam, meg voltak ilyen megharcolt idő, aha, hogy most nem voltak testvérek, akik úgy tanácsolták, hogy hiába evel tértem meg evel vagyok már, evel jöttem az Istenhöz, evel a feleségemmel, de neked ott gyereked van, neked ezt el kell hagyni. Aha. Tudod, ilyen hát izéket. Ez elég butta tanács volt. Igen, igen. Szerusz. És akkor ez ilyen tántorgások voltak az életemben. Meg volt egy nagyon-nagyon-nagyon háromnapos ilyen visszaesésem. A drogba? Az ivásba. Aha. Igen. És akkor... Elkezdted a dicsőítő szolgálatot rögtön? Érezted, hogy Isten elhív erre? Vagy még később indultál? Két év múlván, amikor megtértem, de azután átjöttem ebbe a gyülekezetbe. Aha. És akkor itten úgy észrevették bennem az ajándékot testvérek, és akkor elkezdtem a dicséretbe szolgálni. És amikor a dicséretbe elkezdtem szolgálni, rá vagy egy jó... Fél évre láttam egy látomást, hogy ülök egy repülőbe, és mondik abba a mikrofonban, mert a repülőben van a bemondóban, hogy igen. Minden állomásokat, városokat mondtak, New York, Franciaország, és akkor több most nem jön a fejembe, de több városokat, országokat is mondott. És én nem értettem akkor, hogy mi ez az álom. Majd akkor jöttem rá, amikor egy jó sok idő eltelt az Amoroddellal, amikor már elkezdtünk utazgatni, hogy mennyi országba elvitt minket az Isten szolgálni. És a keresztény életemet megkezdtem már. Igazán ott az anyósom ott lakik, ahol a szeker van. Igen. Ott volt egy kis ház, egy istálló, egy lóvól, ahol elmentem dolgozni, és megvettem 50 grivnyáért az 500 forint. És nem volt benne mennyezet, semmi, valahogy ja, megcsináltunk. Azt a házat? Igen, megvettünk azt a házat, és ott kezdtem el a keresztény életemet. És ottan laktam 2 évet, amikor az imába szólt hozzám Isten, és azt mondta nekem, hogy nem az a hely, ahol kell neked élni. Kell neked imádkozni házért. És elkezdtem könyörögni a házért Istenhez. Menjünk arra, vagy nem fogunk tudni végig menni. Hát valahogy átsétálunk. És amikor elkezdtem imádkozni, Isten megmutatta nekem azt, hogy Hogy nem az a hely, ahol nekem tovább élni kell. Aha. És akkor... De mutatta is, hogy hol kell élned? Nem mutatta Isten, csak azt mutatta, azt értette meg velem, hogy én innen kimegyek ebből az udvarból. Aha. Melyik és volt az? Mindjárt ott? Megmutatom, csak még ott van, messze van innen. És mindjárt átmegyünk. Menjünk el. Elég elázol. Rá 2 évre ebbe a házba költöztem. Ebbe? Igen, ebbe a kis házba. Itt laktam 2 évet itt is. És megint az imába szólt Isten nekem, hogy de nem ez a hely, ahol fogok lakni még. És akkor, amikor innen itt, hogy imádkoztam, Isten megértette velem, és akkor azt mondta a Szentlélek... Akkor is így nézett már ki? Az eleje ez még itt maradt, csak nem volt az nem volt ott. Ez egy ilyen kicsi volt, egy 4-4-re szoba volt. De ott volt fürdő, hálószoba, konyha, minden egy dolog. És amikor innen itt megint szólt az Isten, akkor egy lengyel testvér eljött hozzánk, és elkezdett beszélni. De tudsz menni, nehogy elázzál jobban. Bejött a házamba, nem, a gyülekezetbe találkoztunk. És amikor a gyülekezetbe találkoztunk, azt mondta nekem, hogy nagyon szeretne nálam lenni bent. Mondom neki. De itt, ő ide valósi volt? Nem, ő lengyel. Ja, lengyel. Uh-huh. Nem is tudta, hol élsz? Nem. Csak a gyülekezeten tanálkoztunk először. Aha. És azt mondja nekem, amikor láttalak a gyülekezetbe, a leggazdagabb embernek láttalak, azt mondja, boldogan dicséred az Istent, szeretnék a házadba menni.
És akkor ő még nem tudta, hogy te itt élsz ebben? Nem. Csak a gyülekezetben találkoztunk. Aha. És amikor találkozott, előtte ez házad, volt az a ház? Nem ez a ház, hanem... Az a kisfiú ott is ott az a hátsó tető, látod, meg van emelkedve. Ott is volt, ott volt egy 4-4-re szoba. Ez itt nem voltak ezek a házak, semmi se, csak ott volt egy lóval, és ott laktunk. Ott laktunk. És onnan hívott ki Isten, hogy nem kell itt laknod. Aha. Igen. Ott értette meg velem Isten, hogy igen, nem itt fogok lakni. És amikor a lengyel testvér eljött ide az otthonodba? Igen. Akkor ő nem tudott nekem semmit sem mondani, csak rákezdett sírni. Ez a lengyel testvér. Hogy hol, milyen a házam, hol lakok. És letelt 8 hónap, ő elment Németországba, és elment egy fő iskolába, ahol a német gyerekek tanulnak. De nem mondott neked semmit, csak elsírta magát? Nem mondott, csak elsírta magát. És azt mondta a német gyerekeknek, hogy ha máma nem fogtok enni a hamburgert, meg hotdogot reggelire, akkor máma tudtok egy szegény családnak egy házat venni. És ott összeszedtek 800 dollárt. Aha. És felhitt engem, és azt mondta, hogy van lehetőség házat venni neked. Történtek olyan csodák az életedben, amiért emlékoszlopként tekintesz valamire, és abban meríted a bizodalmadat, abból meríted a hitedet. Voltak ilyen bizonyságok, csodák, amikor láttad azt, hogy az élő Isten cselekszik? Persze. Azt ragadod meg? Tehát 16 évesen Isten másodszor megragadott engem, mert a világ el akart pusztítani. És odálltam újra Isten elébe, és azt mondtam Istennek, ez Istenem, hogyha még kellek neked, akarsz használni a szolgálatodra, akkor adjál nekem még egy lehetőséget, hogy belé tudjak szeretni. De ez mit jelentett, hogy csak egy évre mentél vissza, vagy csak egy... Nem, egy kis időre, még 4 évesen, csak... Tehát kiégtem? Kiégtem, úgymond. Tehát a világ véget, a fiatalkor. De közben már benne voltam a szolgálatban is. És kértem Istent, hogy én akarom őtet szolgálni. És Isten újra adott egy lehetőséget, hogy újra bele tudtam szeretni. Ez volt az egyik, amiben biztos voltam, hogy Isten van. A második, amikor... De hogyan adta ezt? Volt egy Isten élményed? Volt egy... Tehát bőgtem Isten előtt, mint a gyerek, tehát mint 8 évesen. Nekem 2 találkozásom volt, ilyen természet fölötti találkozásom volt Istennel. Ez 8 évesen volt, meg 16 évesen. De úgy érezted, hogy megérkezik a szobádba, vagy a közellép? Ez szintén egy házi csoportom volt, és akkor fentről egy tűz jött belém, és elkezdtem újra sírni Isten előtt, és adtam neki hálát, hogy megbocsátotta minden bűnömet, hogy újra van lehetőség, hogy a szín előtt éljek. A második az, amikor, tehát nemrég 2 éve történt velem, felemelkedett a vérnyomásom. 190, 100 valamennyi volt, kórházba beraktak engemet, és megállt rajtam a vizelet, tehát belém rakták a katétert, köszönöm. És akkor ott feküdtem a kórházba 2 éjszaka, vagy egy 3-at, és akkor jött hozzám az ördög, és azt mondta, vesd le magad a második emeletről, a szintről, mert már az életed nem ég semmit. És akkor én felálltam, elkezdtem természetesen az ördöggel, természet fölötti módon harcolni kint a folyosón. Az emberek, akik velem feküdtek, azt gondolták, hogy megbolondultam. Jó, hogy imádkoztam. Igen, hangosan. Hogy imádkoztam hangosan. Tehát én nem bántam, hogy hol vagyok, de ha lehet így mondani, nyelveken elkezdtem imádkozni, harcolni a szellemi világ démonaival. És Isten teljesen felépített, meggyógyított. Pedig mondjuk az orvosok azt mondták? Az orvosok azt mondták, hogy ez nem lehetséges, hogy ez meg fog történni. Mert hogy olyan rossz állapotba került, hogy mindened leállt? Az orvos belemondta szemembe, egy pszichológus azt mondta nekem, vedd magad kézbe, meg ha nem veszed magad kézbe, akkor meg fogsz bolondulni. Mert már este hallottam hangokat itt a fejembe, tehát zenéket, láttam, hogy az ajtót leveszik valaki, és bent fogtunk. De miért? Ki voltál merülve? Nagyon kimerültem, igen. A szolgálatba? Hogyha lehet mondani, akkor igen, meg a szolgálat, meg az életnek a gondja is nagyon körbe vett, és akkor ezek véget. Mert most azért elég nagy terhek vannak rajta, sok gyülekezet pásztorának a pásztora vagy. Ezt hogy tudod vinni az Úr előtt? Azért sok ember, aki terhet visz, az megy hozzád,
hogy segíts rajta, mint pásztor. Igen, tehát úgy tudom ezt vinni, hogy Isten ad kegyelmet. Isten nélkül ezt nem tudnám vinni. Én 27 évesen lettem ennek az Illőisten egyházának, a belül ennek a vezetője. Tehát Isten adott egy kegyelmet, úgy tudom ezt csinálni. Persze vannak nehézségek, vannak kihívásaik, de hála Istennek, hogy tudunk egy hónap, egy havont egyszer összeszedődni, tehát ilyen pásztori gyülekezet, tehát ima alkalmukra. Hát hogyha vannak mellettem segítők, akik mellettem vannak, és hogyha vannak gondok, akkor nem magam próbálom megoldni, hanem közösen megoldunk ezt a gondokat. Amikor Isten meglátogatta 1990, nem tudom, mikor volt ez a maffia háborúit, maffiával való háború, az egy óriási lépés volt itt a 10-12 ezres cigány kolóniában, ha így lehet mondani, az egy óriási változást indított el? Akkor, amikor volt ez a háború a mafiákkal, akkor, ha lehet mondani, akkor 70%-a rengeteg ember, tehát nem tudom megmondani, hogy hányan, de rengeteg ember megtért. 93-ban. És akkor ez egy félelem miatti megtérés volt? Igen, többsége az embereknek a félelem véget, de ha lehet mondani, akkor csak is a félelem ezért, hogy meghalnak, de... És ez a maffia háború mit jelentett? Hogy bejöttek idegébb fegyverekkel? Persze, tehát itt lezárták, voltak ilyen korlátok, tehát ide nem tudtak behozni ennivalót, tehát nekünk nem lehetett kimenni a városba. Ja, hogy kiéheztették igen, 12 ezer ember? Igen, és akkor ide behoztak a városházából, behozták ide, megállították a kenyeret, tehát tejet, meg ami kellett az élethez. És hogy avatkozott ebben a háborúban bele Isten, hogy ezt megnyert? A romák nyerték meg, nem? Tehát igen, a rengeteget imádkoztak. A templom ilyen nappal telve volt. Tehát az imaházunk ez hány nappal. Napig tartott ez a lezárás, hogy körbezártak benneteket? Hát egy hónapot. Most nem nagyon vissza tudok emlékezni, de közel egy hónapon keresztül, tehát ez így történt. Egy hónapon át kiéheztették itt a romákat, és csak ment az ima. Igen, egyre többen imádkoztak, és akkor egyszer csak, hogy ért ez véget? Meg volt az összecsapás? Vagy nem? Igen, meg volt a békülés, tehát kibékültek. Tehát egy pillanat alatt, egy nap alatt valami hirtelen megváltozott, és azt mondták, hogy béke. Tehát nem jöttek be öldökölni, nem bántalmaztak senkit. Nem. Ez Isten beleavatkozott ebbe az egész helyzetbe. Ugye volt akkor egy félelem miatti megtérés, most megint itt vagyunk egy háború küszöbén, az országotokban zajlik. Ez a fajta háború gerjesztett olyan félelmet, hogy most többen jönnek a gyülekezetekbe az emberek? Sajnálatos módra azt tudom elmondani, hogy nem nagyon. Inkább az emberek ilyen hidegek lettek. Tehát már beletörődtek, mert Ukrajna 2014-től zajlik a háború. Tehát most egy már globálisabb, nagyobb lett, de az emberek már hozzászoktak. Tehát hozzászoktak ehhez a fajta háborúhoz, és de nem nagyon veszik figyelembe. Akik figyelembe veszik, azok ott vannak, de nem mondanám, hogy most nagyon nagy tömeg van, meg ibredés van. Jóformán lehet mondani, hogy nem is nagyon tértek meg ez alatt az idő alatt a gyülekezetbe. Most nem tudom, halljátok-e, hogy megszólalt a légiriadó. Elvileg most mindenkinek le kéne menni valami pincébe, de ahogy így elnéztük, senki meg sem mozdul, mindenki éli tovább az életét. Reméljük, hogy jogosan, és nem lesz semmi baj. Horváth Károly, a Munkácsi Élőisten Egyházának pásztora, illetve az Orphans Promise Misszió kárpátaljai vezetője. A Covid utóhatásaként nehezen jár, de fájdalmai ellenére is rendületlenül szolgálja az Urat. Itt vannak az élelmiszerek. Igen, ők támogatnak? Igen, és van egy ilyen szervezet, Amerikában mondják, hogy Orphan Promise. Ők támogatják az összes programjainkat, és az élelmiszer is, ami most itt van, éppen ők küldték, meg persze magyarok is küldtek, úgyhogy így egységben dolgozunk, egységben van az erő, és úgy tudunk nagyon sok szegényeken segíteni. Úgyhogy ők jelentkeznek, hogy jönnek éhesek? És nem csak jelentkeznek, hanem barátok elmondják egyik másikának, és akkor az jön szólni, hogy figyelj, abban a házban már 3 napja nincs éte, vagy 2 napja, tudnunk is segíteni, persze, és akkor csinálunk csomagokat, nem tudom, most van. Ez most éppenségesen nem élelmiszercsomag, hanem megmutatom. Ez éppensége, ez a gyerekeknek van, ez édesség. Aha. Ez ilyen
Édességcsomag? Igen, ez édességcsomag, és van benne mindenféle jó dolog a gyerekeknek, és ezt is ez az Orphan Promise támogatta, és így nagyon soknak tudunk segíteni. Ez egy amerikai vagy angol? Ez egy amerikai szervezet, és akkor tudunk élelmiszerre napi szinten segíteni. Havonton 1500 családnak tudunk segíteni. Ezek, akik nagyon rászorulnak, és azon kívül még segítünk katonáknak is, küldünk ki a frontra. Vannak kapcsolataim a fronton, és akkor küldünk oda is, és a helybeli katonáknak is. És mondjuk nem féltek attól, hogy mondjuk tudják a helybeliek, hogy itt mennyi élelmiszer van, és betörnek ide? Hát nem, mert nem tart tovább egy-két hétnél osszuk ki, és akkor megint jön új. Meg nem törnek be, mert tisztelnek bennünket, és tudják. Tehát ez egy missziós épület, ahova ők hagyják a gyerekeiket? Igen, gyülekezeti épület, ahol a gyerekek tanulnak is, és itt megyen igazából minden. Ez igazából már ilyen 20 éves munka, ahol generációk már felnőttek. Van szegény konyhánk is, ahol etetjük napi szintén a gyerekeket, több mint 120-at. Azon kívül tanítjuk a gyerekeket ABC-re. Van egy festőiskolánk, ahol gyerekek tanulnak, és próbálnak gondoltam arra, hogy mivel a cigányok igazából tehetségesen születnek, ahol tudnak zenélni egyszerre és festeni is. A gyerekek egy-két napot jártak, már olyan festményeket festettek, hogy eladtuk jó drágának képjeiket. És megpróbáltam a gyereket arra, hogy nem csak vasazáru vagy szemétdombon lehet keresni valami pénzt, vagy eladni papírt, vagy ilyen, hanem ha festnek a saját ajándékaikat használva, tudnak keresni pénzt. Ezek keresztényeknek a gyerekei egyébként? Vegyes, ilyeneknek is, olyanoknak is. Most megyünk fel az osztályokba, ahol gyereket tanítunk ABC-re írni, olvasni, és igazából... Tehát igazából délelőtt elmennek iskolába, és délután ismertetitek velük az anyagot? Igen, délelőtt mennek államiskolába, és utána jönnek ide, és itt még van két órájuk, ahol tovább tanítjuk őket. Az igazság az, hogy legtöbb esetben a gyerekek itt tanulnak meg írni, olvasni, és igazából az államiskolából is az igazgató kért minket, hogy ne hagyjuk abba ezt a munkát, amit csinálunk, mert nagy segítség az ők számokra. Jó, hogy ott nem figyel az órán, ide meg eljön. Nem figyel, nem annyira akarnak menni, ide meg szívesen jönnek, mert valaminek itt nem csak tanítást kapnak, hanem kapnak valami mást is, mint egyszerű száros tanítást, kapnak szeretetet, elfogadást, több ilyen dolgot. Na nézzünk be akkor. Bizározulban tájja a szép és námaket eszére támaszkod, példabeszédek 3-5. Azt a mindenségét, még az ige helyet is tudjátok. Az első legfontosabb, hogy tanítsuk meg az, hogy van Isten, létezik Isten, Isten a megbocsátó, Isten szereti őket. Ezért nálunk ez alap, hogy tudják az igéket, és kívülről is tanulják meg fejből az igéket. És engem ezt tartott meg gyerekkoromban, hogy nem mentem el Istentől, amikor fiatal lettem, és ugyanezt fogja őket is megtartni, hogy Istenben maradjanak. Most akkor igazából hova megyünk? A házadhoz? Igen, a házamhoz, ahol a festőiskolánk megyen, azért mert nem volt szobánk, vagy helység, ahol tartsuk. Tanítassuk a gyereket, azért vettünk ilyen használt ablakot, ajtót, és akkor berendeztük, hogy a gyerekek tudjanak jönni tanulni, festeni. Mi ennek a festőiskolának a lényege? Honnan jött ez az ötlet, vagy mi a koncepció? Hát onnan jött az ötlet, hogy gondolkoztam, hogy mit lehetne csinálni, hogy lehetne vonzni a gyerekeket még jobban a gyülekezetbe, meg hogy lehetne fejleszteni a gyerekeket. És mivel cigányok vagyunk, nagyon sokszor viccelnek avval, hogy a cigányok már hegedűvel születnek, aha, művészettel, és akkor gondoltam, hogy ezt fogom fejleszteni, és alig elkezdtük, hirtelen 3 hónap alatt gyerekek annyira tudtak festeni, hogy embereket nem hitték el, és várban is volt kiállításunk, meg több kiállításunk is volt, meg rengeteg képeket is eladtunk. És ilyen módon meg akartam mutatni a gyereknek, hogy nem csak úgy lehet keresni pénzt, hogy a szeméttelepen papírokat keresnek, meg vasat, hanem az ajándékkal, amit az Isten megáldott őket. És rengetegen festettek, és ma is áruljuk a képeiket, és ebben tudnak keresni pénzt a családjuknak. Aztán, és hány éves gyerekekről van szó? Hát 7 évtől egészen 18-19 éves gyerekek. Aztán, és akkor itt is vannak festmények? Igen. Sziasztok! Szia! Ők a két tanító. Sziasztok! Rudi és Benji. Szia, Horányi Bea. Rudi. Szia, Horányi Bea. Benji. Sziasztok. Na és ezt az iskolánkot is a Orphan Promise az, aki támogatja, hogy ők teljes időleg tanítanak, hetente 3-3-szor, hogy? Igen. Ő a kisebb csoportokat tanítja, hetente 3-szor, ő a nagyobb csoportot. És miért ők tanítanak, annyira jól festenek?
Igen, először ők voltak, mint csak tanulók, és a tanulókból lettek tanítók. És ők a legjobb festők, igen. És egyébként ti hisztek Istenben? Persze. Tudjátok, hogy ez egy missziós munka. Persze. A képek kialakításánál számít az Istenhit? Vagy beszéltek erről a gyerekeknek? Vagy azt csinálnak, amit akarnak? Vannak ilyen témák? Többségben ilyen témájú képeket is festünk, ilyen Isten hivatkozó, Istennel kapcsolódó képeket is szoktunk festeni. Most jelenleg nincsen itt kint, de vannak. A ti képeitek közül van itt kint? Igen. Melyik a te képed? A többsége a grafika, mert én... Tehát ezek a ceruza rajzok? Igen. Csak hogy ezek egy kicsit már régiek, ezek 2017. Neked van itt képed? Aha. Melyik a képed? Hát van egy pár, például ez, amire kifejezetten büszke vagyok. Az az állatos? Ez a hiúz, maukus. Aha. Azt fejből festetted, vagy másoltad? Ezt azért másoltam a képre. És milyen technikával van készítve? Hát ez olajfestékkel van. És van valami célotok, tervetek ezen a területen? Egyébként gondolkodhatok már erről? Például nekem szerintem ez az elhívásom, hogy amit én tudok, azt adjam át, és próbáljam fejleszni, és ezáltal legyen valami jövők a cigány gyerekeknek, és hogy valamit kezdjenek az életükkel, valamit próbáljanak elérni. Jó, hogy ne a droggal, meg a vasgyűjtéssel. Ne a bűn, meg minden. Meg amúgy hívők vagyunk mind a ketten, és próbálok a gyerekeknek példát mutatni. Zajlik sok misszió, segítitek az embereket. Ezek mennyire viszik előre őket hitben? Tehát ilyen 8 éveseket, mint amilyen te voltál, láttok, hogy mondjuk megtér, megérinti az Úr, és végig tudjátok mi az életét? Vagy ezek is eltűntek, ezek a 8 éves Sándorok, akik... Sajnálos módra azt kell mondanom, hogy rengeteg emberen segítünk, jól laknak az emberek, de Istennel nem nagyon találkoznak. Ezt nem tudom, hogy mi váltsa ki ezt a helyzetet, de azt kell mondanom, hogy ez, tehát nem nagyon jönnek Istenhez az emberek. Szerinted kellene egy nagyobb katarzis újra? Lehetséges. Lehet, hogy a jólét és ez a misszió, amit most kapnak, ez pont, hogy elaltatja őket? Hát azért nem mondanám, hogy elaltatja, hát ez éppenséggel jó jön ez nem a... Nem úgy értem, hanem hogy Isten felé való hitben, tehát nincs meg ez a szorítás, hiszen ott vagytok, mint táplálékforrás. Az emberekben benne van a háladás Isten iránt, hogy van ez a misszió, van ez a segít, de valahogy gyülekezetre nem akarnak jönni, nem akarnak megtérni, nem akarnak Istenhez jönni. Uh-huh. Ti pásztorok, amikor így összejöttök, kerestétek, gondolom ebben már az Urat sokat, senkinek nincs semmi látása erre, hogy ez mi lehet, hogy miért van ez a megállás most ebben az ébredésben, amit elindult? Hát kerestünk Isten, de valahogy nem kaptunk még rá választ. Vannak a te életedben ilyen nagyobb bizonyságok, csodák, amiket láttál a saját szemeddel, akár régebben, amire szívesen emlékszel vissza? Amikor véget ért egy gyülekezet, volt egy öreg bácsi, Józsi bácsinak hívták, a keze tiszta vír volt, részeg volt, és akkor azt mondja, Sanyi pásztor, én most meg akarok térni, ha nem térek meg, nem térítem meg, akkor meghalok. Mondom, Józsi bácsi, menjen haza, mert most részeg. Azt mondja, de most akarok. Én vettem erőt, részegen, elmentem nála a házba. Nem, hogy ő volt részeg. Ő nagyon részeg volt. És akkor azt mondja, most mondom neki, most meg fog térni. Azt mondja, jó, elmondtam el a megtérőknek az imát. Természet feletti módon Isten betöltötte, elesett, amikor felkelt, kihozanodott. És attól a perctől, amikor ő megtért, nem ivott, ők maguk árulták a pálinkát, nem árultak pálinkát, Isten megszabadított a cigarettát, és úgy halt meg, mint egy keresztény. Aztán. És mennyi idő múlva? Tehát sokáig tudott így élni. Hát 10-valamennyi évig, még utána. Aztán. És nem tért vissza abba az életbe. Tehát elhagyta az alkoholizmus, elhagyta a dohányfüggőség. Mindent. És Istennel kezdett el járni. Igen. És vannak még ilyen bizonyságaid? Vannak. Ahogy prédikáltam Szolyván, volt egy ember, egy asszonka, akinek nyomorék volt a keze. És mint fiatal prédikátor, 19 éves, tehát ígtem a tűzbe, és mondtam. Tehát én még sosem nem imádkoztam így betegekért, de tudtam, hogy a Bibliában mi van megírva. És akkor azt mondom, szeretnék érted imádkozni, és kijött megtérve, tehát így bejött a gyülekezetbe, nyomorék volt. És akkor mikor elkezdtem írt imádkozni, mondom neki, próbál most azt tenni, amit azelőtte nem tudta. És a szemem látára
Kinyitotta a kezét. Kinyitotta a kezét. Ez csodálatos. És akkor ő, gondolom, így is maradt ez. Persze. Korban meggyógyult, és azóta, utána is az urat szól. Igen. Szerinted hiányoznak ma ezek a csodák? Kellenének? Nagyon. Nagyon. Nagyon kell. Tehát Isten megígért, hogy megerősíti a prédikált igét jelek és csodák által. És hiszünk abban, hogy Isten ezt fog is tenni. Uh-huh. Szerinted, mivel amiről te most beszélsz, ezért valamilyen szinten egy globálisan sokan panaszkodnak erre, országhatártól függetlenül az egyházban, hogy olyan, mintha megálltak volna ezek a csodák, ezek a természetfölötti dolgok, ami leginkább a keresztények hitét erősítik, uh-huh. hiszen a világnak a legnagyobb üzenetet érjen meg. Igen. Miért történnek most ezek globálisan? Mi lehet a megoldás? Tudom, hogy mondtad, hogy nem tudod. De ha most mégis visszanézel arra az időszakra, amikor te magad átéltél ilyeneket, hogy te milyen állapotban voltál, te most vagy-e olyan állapotban, tehetsz-e erről, és ezt most nem vádként kérdezem, hanem önvizsgálatként, mert hogy nem tudjuk a választ. Én gondolom, hogy kevésbé odaszenteltebb életet élünk, mint akkor, hogyha az egyház újra teljes szívvel, teljes szellemével, lelkével oda szentelni magát Isten, lehet, hogy Isten valamit változtatna. Miben látszik az, hogy valaki oda szentelte magát szerinted? Most pásztorokról, vezetőkről beszélünk. Az abba, hogy egy teljes istenfélelmi életet él, tiszta életet él, szent életet él Istennel, tehát minden nap megkér Istent, hogy mit kérdezzek, mit csináljak. Tehát hogy... nem rutinból prédikál? Nem. Tehát azt elmész, tehát semmiféleképpen. Tehát nem szabad rutinból. Látsz egyébként sok kiüresedett pásztort? Rengeteget. Rengeteget. A pásztorok beszélnek erről egymás között őszintén? Igen, mi szokunk erről beszélni, amikor mi összegyűlünk, mint pásztorok, és akkor szokunk egyik a másikáért is imádkozni, hogy Isten csináljon velünk valamit, és valakik megújulnak, valakik kevésbé, de valakik egy folyamban vannak. Most 42 éves vagy, elmondhatjuk a nézőknek uh-huh. szerintem. Tehát azért sok idő eltelt. Igen. Gondolom kaptál hideget-meleget. Az egyházban is, és az ördögtől is. Mi az a pont, ami eléggé síralomnak a völgye volt az életedben? Tehát ha lehet úgy mondani, akkor nemrég született egy kislányunk, 2021-ben. Ő a... Az Elisa, az ötödik gyerekünk, és ő halva született meg. És nagyon vártunk. És sajnálos módra, ő halva született. Tehát nem értettünk, hogy minek is. Újra kellett, hogy illeszik. És két hónapon keresztül ilyen gőcsrohamai voltak. Sokat imádkoztunk, hogy mi az Istenem. Tehát őszinte szívvel odaálltam Istenhöz, és azt mondtam, már akármi történik vele, téged úgy is szeretni foglak, mert te vagy az egyetlen, akiben nagyon beleszerettem gyerekkoromtól is. Nem szeretném, hogy ez másképp történje. És az orvosok azt mondták, hogy egy éven belül meg kell, hogy halljon. Nem fog élni. Amikor hazajöttünk az orvosoktól, a családban nagyon nagy szomorúság volt, és bementünk a szobába, és letérdepeltem a kislányomnak a kiságya mellé, és azt mondtam Istennek őszinte szívvel, Istenem, te tudod, hogy szeretlek téged, de ha meghal Elisa, fogunk sírni, nagyon fog fájni, de téged szeretni foglak. Nem foglak téged megtagadni. És te vagy az Isten, és bár akármit teszel, téged úgy is szeretni foglak. Tehát ez volt a... Még most is ilyen fájdalom van bennem, nem értem Istent, hogy minek nem csinálni azt, amit ő akar, mert ő meg tudja tenni. Most egyszerűen csak az van bennem, hogy csendben maradok, mert nem értem Istent. Csendben hallgatom, hogy mit fog cselekedni. Jött az ördögvádlással? Nagyon. Hogy hol van Isten? Milyen szolgáló vagy? Oda lett a Isten nincsen, mert nem hallja az imádot. Tehát rengeteg, többször. A feleséged ezt hogy élte meg? A feleségem, tehát el van csüggedve még mai nap, tehát én cseppet jobban át tudom mai napig is vészelni, mint ő, mert ő többet van vele. Ő láti, hogy mennyire nem nagyon reagál dolgokra. De ő is csendben maradt. Nem keseredett meg Isten felé? Hát, ha lehet mondani, egy picit elkeseredett.
De sokat imádkozok, írte, beszélgetünk erről, hogy Isten gyógyítsa meg az ő lelkét is. És reménykedünk abból, hogy Isten fog cselekedni. Milyen közeli és távoli terveid vannak így? Mi a legnagyobb vágyad és álmod az életedben most? Ha személyes életemről mondok, akkor ez a legnagyobb vágyom, hogy lássam a kislányomat meggyógyulva, és remélem, hogy meg is fog Isten tenni. Ez a legnagyobb vágyom. A szolgálati téren pedig az a látásom, az a vágyom, hogy minél több szolgálókat, akik most vannak, azokat megerősíteni, meg emelni új vezetőket, új generációkat, akik tovább fognak tudni prédikálni a nemzetünknek. Ebben az egészben hol látod a Szent Szellemet? Hogy legyen jelen, mennyire fontos az ő karizmatikusság az egyházban? Hát a Szent Szellem nélkül nem lehet semmit csinálni. Tehát szintén a Szent Szellem nélkül üresek vagyunk. Csak azért, mert hogy nagyon sok karizmatikus gyülekezet van, ahol használják a Szent Szellem ajándékait, de mégis kiüresedésről, kiégésről számolnak be, és ott sincs csoda. Vagy nagyon minimális. Ezt nem tudom teljesen megmagyarázni, de azt én tapasztalom az én életemről, hogyha rutinból csinálok valamit, csak megszokásból, akkor ez annak a jele, hogy majd egy idővel ki fogok égni. Tehát én magamról beszélek, nem a többiekről. Tehát én ha magamból indulok ki, és ha rutinból csinálok mindent, én már megszoktam ezt a prédikálást. De ha nem kérdezem meg a Szent Szellemet, nem kérdezem meg, hogy mit akar itt máma szólni, vagy kihoz akarja, hogy én elmenjek, akkor ez annak az oka, hogy nem kérdezünk meg, és a Szent Szellem nem ad egy mozgítást, nem ad egy vezetést, és ezért unalmasokká válunk mink, meg a prédikálásaink is. Tehát akkor a Szent Szellem a kulcs. Persze, tehát minden. Mi a kiégés, zárszóként, mi a kiégés jele szerinted egy ember életében, kereszténynek? Mikor kezdene a véscsengő világítani magunkba, hogy hoppá-hoppá, ebből kiégés lesz? Hát, szintén magamról beszélek, amit én tapasztaltam, tehát elmegy az élettől a kedved. Tehát nem akarsz már semmit csinálni. Depresszió, halálodot kívánod. Tehát nem akarsz senkivel törődni, senkivel nem akarsz beszélgetni. Tehát ez, amit én tapasztalok. Ez már a vége. De van ennek egy kezdeti stádiuma, hogy csak azért mondom, hogy hát ha néz bennünk egy olyan pásztor vagy szolgáló, aki már, ha azt észreveszi, azt mondott te, aki már egyszer kiégtél, és pásztorokat pásztorolsz, hogy na, ha ezt észreveszed, akkor vigyázz. Tehát ezek előtt milyen érzések vannak, amire figyelni kell? Tehát az első, az, hogy ne szolgálj rutinból, nem megszokásból. Tehát ez az első. Tehát hogyha egy pásztor rutinból elkezd szolgálni, az már a kezdete a kiégésnek. Tehát ott már el kell kapni. Ott már meg kell állni. Ha arra gondolod, hogy jaj, nem, ha megint szolgálni kell. Az a második jel. Amikor már nem szeretedből csinálod, csak tehát már nincsen elment mindentől a kedved. Küzdöttél meg nem bocsátással a szolgálatod évei alatt? Persze. Rengetegszer. Tehát rengetegszer meg hogyan kellett. Tudtál megbocsátani mégis? Gondolom, nagyon sok csalódás élt ember. Döntöttem. Tehát a bocsánat, ez valakinek megbocsátni nem érzés, hogy már ma felálltam, és érzem, most meg kell bocsátni. Tehát egy döntés. Tehát hogyha megbocsátok, akkor nekem is meg van bocsátva, ha nem bocsátok meg, akkor nekem is megbocsátva. És ez akármennyien fájdalmas, nekem meg kell, hogy bocsássak. Tehát ez a kereszténységnek az alapja. Tehát ha bocsátok, akkor megbocsátnak nekem, ha nem bocsátok meg, akkor nekem sincs megbocsátva. És ez nem érzés, hanem ez egy döntés. Nekem el kell dönteni, hogy én megbocsátok. De egyébként az egész keresztény élet nem egy érzelem, hanem egy döntés. Így van. Köszönöm szépen. Hát hallottátok, semmit sem rutinból, mindent a Szent Szellem tüzével, akkor jön vissza az élet az egyházba. Ez a legeslegfőbb üzenet most. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Egy hónap múlva ismét kérem, legyetek áldottak. Hála szívvel énekeljük, magasztaljuk nevét, az Ő-nak dolgaiért. Gyertek is dicsérjük együtt, hála szívvel énekeljük.
magasztaljuk nevét, az úr a dolgaiért. Tetszett a műsor, ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, lájkolni, kommentelni, megosztani, és extra tartalmakért cserébe támogatni minket a Patreon oldalunkon. www.patreon.com/pincérkém